versbe, de inkább bohózatba illik az az ártatlan szerelmi kaland, melynek során három oxfordi fiatal bajba kerül, ám sok-sok poén, látványos táncok, fülbemászó dallamok révén mindenki megtalálja a maga párját. Így happy enddel kecsegtet a Charlie nénye miskolci bemutatója is. A darabot a Nyári Színházban játszották, és a zenés vígjátékot ősszel a Kamarában is előveszik. A bohózatban a Miskolci Nemzeti Színház művészei közül Molnár Sándor Tamást, Keresztesi Lászlót, Tíderecskei Zsoltot, Kincses Károly, Sörös Ildikót, Szirtes Gábort, Varga Andreát is láthatja a közönség. Az ilyen darabok, mint a Charlie nénye, azok arra valók, hogy egyrészt a közönséget szórakoztassák, kettő, hogy egy olyan fajta stílusgyakorlatot produkáljanak a színészeknek, az előadóknak, amit általában nem szoktak. Tehát amíg mondjuk egy Tolstoy darabban, vagy egy Csehov, Shakespeare, Molière darabban lehet nagy, mély lélektant, esetleg hosszú csendekkel produkálni, addig a Charlie nénye egy fergeteges bohózat, egy olyan, ami elindul az elején, és aztán, mint egy gyors vonat, végig száguld, vagy legalábbis ez a szándékunk. Charlie nénye 110 éves darab, egy iskolai előadásra készült, egy oxfordi diák írta állítólag London és Oxford között, tehát tulajdonképpen, ha így vesszük, akkor nem is lehet nagyon sok mélységet találni a darabban, szemtelenséget viszont annál többet. Mi is ezt igyekeztük színpadra vinni, tehát megdolgozunk azért, hogy a közönség jól érezze magát, mert elővetettem velük, vagy legalábbis megtanítattam néhányszor azokat a dolgokat, amiket a 100 évvel ezelőtti mulattatók, Ben Turpin, Charlie Chaplin, Stan és Oliver Hardy, tehát a nagy burleszk csinálók műveltek. Mérhetetlen szeretem, hogyha nem csak az történik, amit a szöveg mond, hanem a szöveg mögött játék is. Tekintettel, hogy most már a humort elég sokfajta szempontból ismeri a közönség is, hiszen Monty Python óta már nem lehet mindent egy az egybe hallgatni, vagy Mr. Bean is egy fajta megközelítéssel más csinál, mint amit esetleg megszoktunk. Tehát én úgy gondolom, hogy stílusban tartva nagyon törekedő arra, hogy az egész egységes mű legyen, de szemtelenül, pimaszul, burleszkszerűen, pergően, egy nagyon élvezetes zenével, Aldo Boy Nagy György muzsikájával előadjuk a Charlie nénjét, ami a közönségnek jó, és még a színészek is szeretik. Kiszálljuk mindenki elégtételre.
A műsorkészítő kollégáim nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket. A jövő héten ugyanebben az időpontban ugyanitt várom Önöket a viszontlátásra.